A Sümeg Városi Televízió legfrissebb adásával jelentkezünk. Köszöntöm nézőinket! Nézzük, milyen témákról lesz szó mai híradónkban. Képes tartalomjegyzékünk következik. Orvosi rendelők. Már áll a tetőszerkezet az újonnan készülő épületen. Nőnap. A város hölgyeit egy-egy szál virággal is köszöntötték. Nemzeti ünnepünk. Megemlékezések március 15-e alkalmából. Lakossági fórumot tartott Tapolcán Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter, valamint Fenyvesi Zoltán, a Veszprém megyei közgyűlés alelnöke. Szó esett aktuál politikai témákról, valamint a lakosság részéről felvetődő kérdésekről. Zsúfolásig megtelt a Tamási Áron Művelődési Központ színházterme, sokan érdeklődtek a rendezvény iránt. Nagy taps fogadta a városba látogató minisztert és a térség kormánypárti képviselőjelöltjét. Fenyvesi Zoltán elmondta, április 8-a valamennyiünk életében fontos dátum. Sorsdöntő időpont előtt állunk, a rendszerváltozás utáni évtizedek legfontosabb választása következik. Azért mondom mindezt, mert arról fogunk dönteni április 8-án, hogy milyen jövője lesz gyermekeinknek, unokáinknak, illetve az ő gyermekeinknek és unokáinknak az elkövetkezendő évtizedekben. Ez egy sorsdöntő választás lesz, sorsdöntő döntés előtt állunk. Ezt követően kiemelte, hogy nagyon pozitív a kép a családtámogatás tekintetében, a kormány számos intézkedése segíti a lakosság megélhetését. Javult a gazdaság, tovább csökkent az államadóság, a munkahelyek száma pedig fokozatosan növekszik. Szólt még a képviselőjelölt a pályázati lehetőségekről is, kiemelve, hogy a kis települések is jelentősen tudtak fejlődni a 100%-os támogatásokkal. Szijjártó Péter miniszter elmondta, sok személyes emlék fűzi ehhez a térséghez. Elsőként aktuális helyzetképet adott az ENSZ globális migráció csomag tárgyalásával kapcsolatban. Minden ország szuverenitásának az a legfontosabb eleme, hogy a határait meg tudja védeni. Ha egy országtól elvitatják a saját határvédelmének jogát, akkor önállóságát kérdőjelezik meg. Az ENSZ-ben azt akarják elismertetni, és ebben sajnos az emberi jogi főbiztos előmet, azt akarják elismertetni, hogy a migráció az egy alapvető emberi jog. De ez nonsens. Ilyen egyrészt sehol nincsen a nemzetközi jogban, másrészt pedig ennek olyan biztonsági kockázatai lennének, amit szerintem nem képesek felmérni azok, akik a migráció kérdésével foglalkoznak, és ezt az álláspontot képviselik. Mert persze mindenkinek joga van ahhoz, hogy a saját hazájában békében, nyugalomban éljen. Ha ez nem lehetséges, akkor azt kell biztosítani, hogy az első békés, nyugodt helyen tudjon élni mindaddig, amíg a saját hazájában a konfliktus véget nem ér, hogy aztán minél előbb vissza tudjon térni oda. Ez az, amiről mi beszélünk. A segítséget kell odavinni, ahol a baj van, és nem a bajt kell odahozni, ahol egyébként nincsen baj. Tehát a migráció ösztönzése helyett annak megállítása, a határvédelem, a határsértések relativizálása és mentegetése helyett a határszigorú védelme. Ez a mi politikánk. A józanságnak és higgadtságnak napjainkban óriási szerepe van, mondta a miniszter. Mi azért tudunk versenyképesek lenni, mert a józan észre alapítjuk politikánkat. Ezért vagyunk gazdaságilag versenyképesek, és ezért vagyunk Európának egy biztonságos helye. És én arra kérem önöket, hogy önök is biztosanak minél több embert, hogy a józan eszükre hallgassanak, amikor április 8-án meghozzák a döntésüket, és itt ebben a körzetben, hogyha a bevándorlást ellenző politikus szeretnének parlamentbe küldeni, akkor Fenyvesi Zoltán barátomnak szavazzanak bizalmat, és tegyék lehetővé, hogy azt a bizonyos feladatlistát, aminek az elkészítésére most újra inspirálta önöket, azt a feladatlistát egy majdani felálló bevándorlást ellenző kormány asztalára le tudja tenni, és ezt követően pedig össze tudjunk fogni és dolgozni tudjunk azért, hogy Tapolca, Nagyvázsony és környéke a szükséges fejlesztési forrásokat felhasználva újra komoly fejlesztésnek tudjon indulni. Arra kérem önöket, Fenyvesi Zoltán barátomat támogassák április 8-án, és minél több ember továbbjának meg ennek fontosságáról. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a lakossági fórumot követő sajtótájékoztatón a televíziónk által megfogalmazott kérdésre is válaszolt. Erről és a lakossági fórum részleteiről bővebben mai magazinunkban hallhatnak.
Az elmúlt héten ismét sokat haladtak a munkálatokkal az egészségügyi alapellátás épületénél. Elkészültek a betonkoszorúk, és helyükre emelték a tetőszerkezet elemeit. Ha az időjárás kedvező lesz, folyamatosan tudnak haladni a többi munkával is. Újra jó idő lett, és lehet külsős munkálatokat végezni, folytatjuk az egészségügyi alapellátás épületének a kivitelezési munkáit, és ugye a fagy és a hideg időjárás beállt előtt ugye az épület betonkoszorúját sikerült bebetonoznunk és elkészült, megfelelő kötési időt megvárva, ugye következő lépésként pedig a fa, előre gyártott fa szeglemezes tartószerkezet, tetőszerkezet kerül elhelyezésre. Milyen lesz a folytatás majd ezután? Hát bízunk benne, hogy az időjárás továbbra is kegyes lesz hozzánk, és egy-két héten belül, tehát március 20-a környékére az épület tető alatt lesz. Tehát ha elkészül ez az előre gyártott fa tetőszerkezet, ezt követően megkapja a híjazat a fedést, tehát cseréfedést fog kapni az épület, és onnantól fogva már tető alatt vagyunk, és folyamatosan lehet munkát végezni, és folyamatosan lehet kivitelezést csinálni. Közel 250-en vettek részt a művelődési központban a város nőnapi rendezvényén. A Szebbiknen képviselőit Vég László polgármester köszöntötte, majd Vágyom egy nő után címmel zenés összeállítás következett. A népszerű slágereket felsorakoztató előadás elnyerte a közönség tetszését, vastapssal jutalmazták az előadókat. A műsor után a település vezetője és a képviselők minden megjelent hölgyet egy-egy szál rózsával köszöntöttek fel. Nőkkel, lányokkal, asszonyokkal telt meg a művelődési ház nagy terme, és nem véletlenül a Szebbik nem tagjai képviseltették magukat ilyen nagy számban. Ünnepeljük az édesanyáinkat, nagymamáinkat, leányainkat, párunkat, szerelmünket, kolléganőinket, és minden számukra fontos nőt. Igen, hagyományosan nőnapi rendezvényt tartottak vasárnap. A nőnap napjainkban is hordoz magában fontos törekvéseket. Mint azt a város polgármestere köszöntőjében elmondta, ma is igen fontos, hogy megkülönböztetett figyelemmel legyünk a nők irányába, hiszen ők hozzák be életünkbe a melegséget, az élet értelmét. A társadalom alapja a család alapja pedig mindig is a nő volt, a feleség, az anya, a nagymama, és ezek ugyan elcsépelt fázisoknak hatnak, hiszen nagyon sokan és nagyon sokszor elmondták ezt, de mint általában a fázisok, ezek is azért lettek azok, mert mélyen igazak. Vég László azt kívánta a hölgyeknek, maradjanak mindig nők, legyenek szabadok és kedvesek. A nőnapi gálán Vágyom egy nő után címmel Csengeri Attila, Szeles József, Bús Tibor és Balogh Tímea a színművészek népszerű slágerekből adtak elő színes összeállítást. Műsor után Vég László polgármester és a testület tagjai minden megjelent hölgyet egy-egy szál rózsával köszöntöttek fel. Most következő három híradásunkból a nemzeti ünnepünkre történő megemlékezésekről értesülhetnek.
A gyermekkönyvtárban szervezett programon Capári Róbert, a Radecki Huszár Egyesület elnöke volt ezúttal a vendég. A gimnazisták élménydús előadás során kaphattak hűképet a huszárság történelmi múltjáról, a jelenlegi hagyományőrzők céljairól. Egy kicsit meseszerűen, de természetesen a tartalmába komoly történelmi adatokat próbáltam átadni, talán olyanokat is, amit a gyerekek a történelmi órán még nem tanultak, meg nem hallottak, de reméljük, hogy ezek is majd a történelmi óra részei lesznek, ezek a gondolatok. Melyek a legfontosabbak, amit meg kell tanulnia, vagy meg kellene tanulnia minden fiatalnak? Hát én a huszárságra, a huszárvirtusra próbáltam, arra a nemzeti örökségre, ami a folyamatos győzni akarás, a megmaradás, a mindig tetrekészség, ezt próbáltam a gyerekeknek elmesélni, hogy ez egy ősi genetikai örökségünk, amit nem szabad elveszni hagyni, és ezt folyamatosan ápolni kell, és hogy tudják, hogy azok a dolgok, amit néha ők is csinálnak, egy jó vizsgával, egy szerepléssel, egy sportteljesítménnyel, hogy az is egy huszáros virtusnak mondható dolog. Mi a jelentősége a hagyományőrzésnek? Hogy lehet ezt összefoglalni? Hát a hagyományőrzés, mint meséltem a fiúknak, hogy az egy játéknak tűnő valami, egy szórakozás, de mindig azokon a szintereken vagyunk ott, ahol jelen kell lenni, tudatosítani kell az emberekkel, hogy voltak nehéz időszakok, amiket azoknak az embereknek köszönhetünk, azoknak az átvészelését, azoknak az embereknek köszönhetjük, akiknek a hagyományait mi ápoljuk, és nekik tudni kell nem csak a történelem órán, hanem a saját életükbe is, főleg abban a kritikus, nehéz helyzetben, amiben most vagyunk, mert én emlékezetem szerint mindig kritikus helyzetben voltunk, de most se különb a dolog, hogy meg kell védeni magunkat, a fennmaradásunk érdekében cselekednünk kell, gondolkodnunk kell, és mindig a jó oldalra kell állni. Előről történt, hogy berakták a puskaport, folytást, aztán a golyót, aztán elég még tettek is folytást, hogy ne essen ki a golyó, amikor puskagolyó. Mi a véleménye azzal kapcsolatban, hogy ez a korosztály, a középiskolások korosztálya mennyire vevő a hagyományőrzésre, a huszárkodásra, egyáltalán a magyar hagyományok őrzésére? Hát ezt sajnálattal kell mondanom, hogy nem nagyon vevők rá. Fellángolások mindig vannak, tehát részt vesznek közösen velünk programokon, eljönnek különféle rendezvényekre. A tartósága van a gond, hogy az folyamatos legyen. Mi 27 éve csináljuk a huszárkodást, tehát a Somogyi Győző, amikor kitalálta, hogy a hagyományőrzésbe a huszárkodást is be kell venni, és mi lovas emberek, lovas barátaink összeálltunk, és megalakítottuk a Huszár Egyesületet, azóta kitartunk, a stabil mag, de rengetegen csatlakoztak hozzánk. Hát átnézve a Huszár Egyesületünk névsorát, ha szám szerint mondanám, akkor több mint 80 együtt huszárkodó bajtársunk volt, aztán úgy lekopott egészen 40-ig, de azért az a 35-40 fő azért rendszeresen részt vesznek. De nem ez a lényeg, a fiatalokat szeretnénk bevonni ebbe a dologba, szeretnénk őket megtanulni, megtanítani, lovagolni, vívást oktatunk, íjászlövészeteket csinálunk csapaton belül, tehát ezeket szeretnénk kicsit férfivá nevelni őket, kicsit keményi nevelni őket, ne csak azzal foglalkozzanak, amivel foglalkoznak. Mekkora ünnep március 15-e a huszár hagyományőrzőknek? Hát természetesen mindig ez a legnagyobb ünnep. Számtalan szép, jó ünnepünk van, különféle csatáknak a megünneplése, a Tábjaóbicskei csata, a Pákozdi csata, ahol rendszeresen ott vagyunk, a tavaszi hadjárat, de a március 15-e maga a napja az mindig a legnagyobb ünnep, ami mindig a szabadságról szól. Az idei nemzeti ünnepünkön a Kompanik Zsófia óvodában a Maci csoportosok állítottak össze verses, zenés műsort. Korabeli öltözetben toborzókat énekeltek és masíroztak lelkesen. Igazi felnőtt huszártól tudhattak meg többet a 48-as katonákról. Ünneplőbe öltöztetek ti is. Elmondhatom, hogy urátok néznek,
hát nagyon szép, nagyon gyönyörűek vagytok, és mindenki, hogyha megnézitek ezen a napon, úgy ünnepeli az ünnepet, hogy a mellén viseli a szíve fölött a kokárdát, melynek a színe piros-fehér-zöld, azaz a magyar nemzetnek a színe, Magyarországnak a színe. Thank you.
A szabadság gondolata állt a Kisfaludi Gimnázium ünnepi műsorának középpontjában. Hazafias gondolatok hangzottak el a különböző osztályok tagjai közül válogatott szereplők tolmácsolásában. A zenei betéteket élő zenekarral és egy pedagógus előadásában adták elő. A nézőtéren az általános iskolások foglaltak helyet, de a gimnázium diáksága is részesült az ünnephez méltó megemlékezés hangulatában. Mindig azt nézzük, hogy gyerekek mire képesek, miben tehetségesek. Például ugye az egyik verset azt a Csenge írta és itt szavalta el. A koreográfiát mögötte Hanna, ő maga állította össze. Ez az ötletük volt, hogy a vers mögött legyen egy tánc, és ez nekünk is nagyon tetszett, tehát beépítettük a műsorba. Ugye vannak gyerekek, akik tudnak játszani gitáron, vannak, akik énekelnek. Most még 9-esek, tehát nem annyira bátrak. Reméljük, hogy jövőre már önállóan ismernek énekelni, tehát így ez alapján állítottuk össze. Itt az idő, most vagy soha? A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Mit tapasztal, mennyire érinti meg az ünnep szelleme a gimnazistákat? Mindenképpen megérint őket, de nem csak itt az előadáson találkoznak ugye a témával, hanem a pedagógusok már beszélnek róla órán, és itt inkább a lámpaláz kerül előtérbe arra, hogy pontosan előadják a szöveget, a műsort, hibátlan legyen és elnyerjék a közönség tetszését. Nagyon sok osztályból válogattunk, és ők igen szívesen jöttek, hogy próbálhassanak velünk, és azt hiszem, hogy jól is érezték magukat a próbák alatt. Két tanulónk is saját produkciót adott elő, az egyik egy vers volt, amit Csenge írt, a másik pedig a koreográfia, amit a Hannától, Berkovics Hannától láthattak. Mert ez egy olyan remény, amit talán elérhetünk. Egyszerű cél. Az életünk, hogy mit akarunk, azt tegyük. Ha egyenként nem tehetjük, nemzetünket rásegítjük. Töri tanárom Bolter Kati néni, aki szervezi a műsort, kért meg, hogy írjak egy verset, hogyha sikerül, március 15-e kapcsán. Megpróbáltam valamit, ami nem túl sablonos, de mégis tükrözi a nap szellemét, és így született ez a néhány verszakos vers. Március 15-e, ez mindig elő helyet foglalt el a szívemben, mert általános iskolás óta színjátszós voltam, és mindig tartottunk előadásokat, és mindig megérintett október 23-ával együtt. Magyarok, istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Lássuk még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Orvosi rendelők. Már áll a tetőszerkezet az újonnan készülő épületen. Nőnap. A város hölgyeit egy-egy szálvirággal is köszöntötték. Nemzeti ünnepünk. Megemlékezések március 15-e alkalmából.
Híradónk után az Ablakkal, a Város Közéleti magazinjával jelentkezünk. Mai adásunkban elsőként a turizmus lehetőségeiről beszélgetünk, majd a 170 évvel ezelőtti sümegi történelemről. A www.sumegtv.hu weboldalunkon korábbi híradóinkat és magazinműsorainkat is megnézhetik. Érdemes böngészni a sumegonline.hu oldalunkon, ahol minden városunkat érintő friss hírről értesülhetnek. Kövessenek minket a Facebookon is. Várjuk kedves nézőinket a jövő héten is.